Én arról fogok mesélni, hogy mi lenne, hogyha HR rendszereket programozók csinálnak. Akik dolgoztak már nagyobb cégeknél, remélem, hogy nem sokatokkal történt ilyen, azok valószínűleg töltöttek ki Employee Satisfaction Survey-t. Ezek arról szólnak ezek a kérdőívek, hogy mi az, ami motivál téged a munkahelyen, és mi az, ami demotivál a munkahelyeden. Arról szól, hogy valamennyire képben maradjon a cég, és olyan trackben maradjon, amitől ott maradnak a fontos munkavállalói. Van egy pár komoly probléma, ezzel itt a jobb oldalon láttok egy ilyen tipikusat, ez még egy rövidebb. Általában egy ilyen 30-40 kérdés, a nagy része numerikus, és például akikkel mi beszéltünk, mint például a Prezi, az azt érezte egy idő után, hogy ezek a numerikus kérdések nem mondanak túl sokat. Van NPS-kor, akkor lehet örülni, hogy előző évhez képest följebben 10%-kal, de olyat is hallottunk az egyik potenciális megrendelőnél, hogy mindenki tudja, hogy zöldnek kell lennie, mert hogyha piros, akkor valamit csinálnunk kell, úgyhogy mindenki olyan számokat ír bele, hogy zöld legyen. Oké, tehát hogy ehhez képest lehet érdekesebbet csinálni, mi azt találtuk ki, hogy amit visszahallottunk, hogy igazából mindenhol a nyitott kérdések az izgalmasak, viszont azokat tök nehéz kezelni. Nyilván aki már használ Stack Overflow-t, az tudja, hogy nem olyan bonyolult. Tehát amit mi csinálunk, az ugyanaz, mint a Stack Overflow vagy a Reddit, tehát összekeverjük a kvalitatív meg a kvantitatív kérdezést. Nyitott kérdéseket használunk, két nagyon primitív kérdést, mi az, ami miatt szeretsz itt dolgozni, és mi az, ami demotivál. És akkor, amikor az első ember oda megy, az olyan, mint egy workshopon, lát egy tök üres felületet, ahol megkérdezzük, hogy te miért szeretsz mondjuk itt dolgozni. És akkor ő azt mondja, hogy ezen a munkáján az első, ahol azt érzi, hogy odafigyel rá a főnöke. Ez egy teljesen struktúrálatlan beszélgetésé válik, bejön a második ember, ő azt mondja, hogy a corporate background az neki tök izgalmas, bejön a harmadik, negyedik, mondhatnak több véleményt, és ezek így felkerülnek egy ilyen bordra, és ami érdekes, hogy van alattuk egy ilyen 7-7-es Likert skála, amit láttak, hogy mennyire értesz ezzel egyet. Tehát a tipikus felhasználó, mondjuk az ötödik belép erre a felületre, látott 5 véleményt, akkor udvariasan megkérdezik, hogy először légy értékeld az összes véleményt, akkor elmondja, hogy mi az, amelyikkel egyetért, vagy mennyire ért egyet, melyik az, amivel nem ért egyet, és akkor nyilván ebből már egy értelmezhető adathalmaz lesz, és utána kérjük meg, hogy amíg, ha már értékelted az összeset, akkor adjál hozzá új véleményt, nyilván ott a kevesebb duplikátum lesz, 200 ember nem 200 véleményt fog hozzáadni, hanem az inkább így logaritmikusan fog kinézni, tehát még 200 főnél, ugye 30-40 vélemény, az tök oké. Amiket látunk problémákat a sima szörviknél, hogy egyáltalán nem spontán, nem közösen töltött ki, tehát nem reflektálsz a másikra, azok itt nincsenek, és nincsenek az idő problémák se. Kedvenc stressz kérdőjük, az több mint 200 kérdéses volt, egy pillanat növelte a stresszét a felhasználóknak. Lehet ezt egyszerűen értelmezni, egyszerűen megmondjuk, hogy mik a legerősebb motivátorok vagy demotivátorok. Itt az volt a kérdés, hogy mi az, ami leginkább probléma, és akkor az első látszik, hogy nem kapok elég támogatást a munkámhoz. Itt látszik, ugyanaz a Likert skála van, tehát mondjuk a 2-es számnál az látszik, hogy 10-en szavaztak a 2-es egyetértéssel arra, hogy szerintük ez így van. És utána lehet megnézni, hogy mekkora egyetértés van ezekkel a véleményekkel kapcsolatban, meg lehet nézni, hogy mekkora energia van, tehát -3 vagy +3-mal, vagy a neutrálishoz közelebb szavaztak. És utána jön az érdekes dolog, hogy akkor mit kezdünk ezzel a masszával, hogy lesz ebből egy értelmezhető adathalmaz. Úgy, hogy egy szervezetfejlesztő, egyelőre ezt nem egy AI csinálja, mert nincs hozzá elég adatunk, bekategorizálja ezeket, ezek klasszikus ilyen HR-es motivációs részek, tehát leadership, organization, team, az egyénnek a problémái, meg rendszer szintű dolgok, és ez alatt mi csináltunk egy ilyen 100 alkategóriát, amiben az az érdekes, hogy lefedi az egész teret elvileg, ami a HR-ben jól rosszul működhet. A legtöbb HR-es vagy szervezetfejlesztési modell ennél sokkal kevesebbre koncentrál. Utána ezek megvannak, akkor tudunk csoport statisztikákat is nézni, tehát megmondjuk, hogy ki melyik csoportban dolgozott, anonim egyébként, és hogy kis csoportok vannak, akkor nem adunk ki adatokat. De hogyha nagyobb csoportok vannak, akkor egy ránézésre meg lehet mondani, hogy mondjuk egy lokáció, mint a jobb oldali, az mennyire problémás, lehet, hogy ott a főnökkel van valami, vagy hogy az egyes vélemények azok hol jelentenek problémát, vagy nem problémát. Utána, hogyha összeszedjük ezt az összeset, ahogy mondtam, egy-egy cég az kb. 10-20, mondjuk hozzá 40 véleményt, az még egy 10-20 kategóriát érint, és ezekből már egy ilyen vérképet tudunk összerakni. Tehát meg tudjuk nézni, ez például a saját kis fejlesztő cégünk, ott látszik, hogy a csapatkohézióval, vagy a munkaszabadságával tök elégedett volt mindenki, de hogy dokumentálatlanak a processzeink, vagy nem tudja a projektmenedzsment, hogy tök jellemző az ilyen 15 fős fejlesztő cégekre, az problémát okozott, és hogyha
ezt a csapat közösen mondja, akkor sokkal jobban lehet rajta változtatni, mint hogyha csak lenyomod a torkukon, hogy most itt lesz egy projektvezető, aki előtt a dolgozott, nem mondok neveket. Tehát ebből az egész halmazból már lehet azt látni, mik a jól és rosszul működő részek a cégben, és azt lehet mondani, hogy hol lehet a legnagyobb potenciállal beavatkozni. Tehát mi teszi ezt a céget sokkal hatékonyabbá, hogyha mondjuk a csapat pszichológiáján dolgozol, vagy ha kommunikációs tréninget tartasz, vagy hogyha lecseréled a WC ajtót, ez ilyen valós dolog, egy csomó cégnél ilyen munkahelyi problémákkal kapcsolatos dolgokról kezdenek el beszélni, nyilván a légkondi a legklasszikusabb, de az, hogy rakjuk fel a külső a WC ajtót, az is egy nagyon jól menő IT cégnél volt. Oké, akkor én csak picit többet fogok beszélni. Ami szerintünk érdekes, hogy egy csomó modell az nagyon kevés motivátorról beszél, a legtöbb az például vagy az egyénről beszél, a Gallupnak van ilyen motivációs modellje, hogy mik a fő motivátorok, amitől egy munkahelyen maradt, egy másik a Google-nek a Psychological Safety modellje arról szól, hogy egy jól működő csapathoz mi kell. Itt látjátok a különböző színeket, ez a mi modellünk, ez nagyobb és színesebb, mint a többi, úgyhogy jó. És ebben látszik, hogy van egy halom összefüggés, belemutatok egy párba, és akkor jobban értitek. Mikkel az, ebben két dolgot csináltunk, illetve csinált a kollégám, végigolvasott kb. 150 cikket, meg azt az 1500 véleményt, ami volt a rendszerükben, azt bekategorizálta, és ezek között megnézte, hogy milyen kapcsolat van. De az az érdekes, hogy ezek között a motivátorok között van oksági kapcsolatok. Ugyanúgy, mint a hormonjaikban a testedben. És hogyha egyikre hatsz, akkor valószínűleg már változni fog a másik. Például az engagement, az elkötelezettség az egy ilyen központi motivátor, ezért próbál mindenki arra optimalizálni, mert attól megváltozik egy csomó minden, kommunikáció, meg hatékonyság, minden. Itt ez a Csíkszentmihálynak a modellje, ez azt mutatja, hogy mikor leszel elköteleződött, és ez a flowhoz hogy kapcsolódik. Ez azt, hogy ez azt hiszem a Google-nek a modellje, hogy mikor működik jól egy csapat. És ez az egész egy nagy gráfban van, és ez alapján, a modell alapján tudjuk mi kiszámolni, hogy hol érdemes beavatkozni ebben a cégben. És ami ez, ebben az a legegyszerűbb, tehát ez még egy nagyon jó modell se kell, hogy a klasszikus szörvékhez képest meg tudjuk mondani, hogy mit csinálj. Tehát nem csak azt mondjuk, hogy ebben a kategóriában van baj, mert a working environmentben nagyon alacsony a pontszám, hanem kilistázunk azt az öt véleményt, ami ide tartozott, a WC ajtótól a kávéfőzőgép volt meg egy klasszikus IT probléma, hogy le kellett menni és emberekkel kellett találkozni, amikor kávét hozott valaki jutni, akkor megvették 100 000 a kávéfőzőgépet, és mindenki sokkal motiváltabb, mert nem kellett emberekkel találkozni. Ez egy kis IT cég volt egyébként. De emellett, tehát ahhoz, hogy amellett egy actionérből ez az adat, azt is meg lehet csinálni, megnézzük ezeket a kategóriákat, és megmondjuk, hogy mi az a potenciál, amerre ti változni akartok együtt. Ezen a képen azt látjátok, hogy milyen logókat töltöttem az internetre. Igazából azt látjátok, hogy fönt tipikusan ilyen szervezetfejlesztő cégek vannak, tehát egy csomószor úgy dolgozunk, hogy ilyen konzultáns cégek visznek be minket az ügyfeleikhez. És alatta meg olyan cégek, akikkel dolgoztunk, ez meg, hogy hol voltak a felhasználóik Analyticsben. Ez pedig a We Are Not Hiring oldalunk, tehát minden rendes prezentáció azzal szokott zárulni, hogy mi fel akarunk venni titeket, mi nem akarunk, mert még egy kezdő startup vagyunk, mi az adataitokat, meg a pénzeteket akarjuk. Úgyhogy az a célom, hogy a közös célunk, hogy azt a modellt, amit mutattam, azt nagyon sok adattal validáljuk. Ez az kell, hogy bevigyetek minket a cégeitekhez, hogy ott megmutathassuk ezt a managementnek vagy a HR-nek, ez egy ilyen fél egy órás demo szokott lenni. És hogyha tetszik, akkor együtt dolgozunk, és azokkal az adatokkal megjavítjuk a ti cégeteket, meg megjavítjuk a mi modellünket is. Ennyit szerettem volna mondani. Van-e valakinek kérdése? Historikus adatok is vannak benne? Tehát, hogyha jelentkezünk a cégünkkel, és utána elkezdtünk együtt dolgozni, és már nem csak sörözünk, hanem kérdőjüveket is töltünk ki, akkor utána, mit tudom, egy 3 év múlva, akkor látni fogjuk, hogy hogyan. Igen, az a célunk, hogy az employee satisfaction kérdőjüveket kb. Ilyen fél évente, évente szokták kitölteni, hogy ezt is így csináljuk, de tipikusan egyelőre még csak projekteket tolunk. Tehát egy-két olyan cégben, ahol van már historikus adatunk. Más valami? Ez bármekkora cégre jó, mondjuk itt nemzeti konzultációt is lehetne így voltak.
nem lehet, van nemzeti konzultációban csak előre megírt kérdéseket lehet feltenni, sajnos. Érdekes nemzeti konzultációt lehetne. A olyan 2000 fősnél használtuk, az egy 2-3000 voltak, a szép darab voltak random 200 fős csoportokra, hogy ne legyen túl nagy zaj, az is érdekes, hogy random szeret szét, vagy a cégen belüli csoportoknál szeret szét, de hogy pár ezer főig simán lehet. A legtöbb nagyobb szervezetnél azért, mert nem a Telekomhoz kapcsolódsz, hanem a Telekom IT-hoz, vagy hát egy részéhez a szervezethez, és akkor azt érdemes nézni. De pár ezer főig simán. Befolyásolják a már meglévő vélemények az új jelentkezőket, és mutatjátok-e annak a pontszámát, mielőtt szavazzák? Nagyon jó kérdés, az egyik kedvenc kérdésünk, de ez egy ilyen természetes beszélgetésre hasonlít, ami történik, tehát nyilván befolyásoljátok. Egymást most csináljuk azt, hogy mielőtt beesel erre, ez pszichológia, amit anchoringnak hívják, azt hiszem, hogy a többiek véleményét befolyásolja, hogy te mit mondasz. Hogyha ezt egy workshopon csinálod, ahhoz képest ez sokkal jobb, mert az anonimitás miatt nem követed se a menedzseredet, se a nagyon vicces opinion leadereket, azt sem látod, hogy kik a népszerű vélemények, mert csak a saját szavazataidat látod. És emellett még amikor belépsz, akkor el fogjuk takarni ezt a képernyőt, és mondjuk egy ilyen 5 másodpercig megnyugtató képeket fogunk mutatni, hogy gondold végig, hogy igazából neked mi a bajod, és utána olvasd el a többiek véleményét. De nem baj, igazából most is tök jól működik, mert a legfőbb feszültségek mindig kijönnek. Tehát azok benne lesznek, pedig azt nem felejted el, hogy nem tudom, soha nem beszéltél még a főnököt, ami egy tök tipikus probléma. Azt el fogod mondani. Van valamilyen speciális garancia az anonimitásra, vagy hogyha elegendő pénzt kaptok, vagy mondjuk a csőd szélén álltok, akkor elkezdett rekenni az IP címeket megfelelő kérésre? Ez most ajánlat volt, vagy verziót mondjam? Az, hogy ez az a legalapvetőbb érdekünk, tehát ha ezt egyszer eljátszuk, akkor becsukhatjuk a boltot, mert senki nem fog semmit őszintén mondani. Az, hogy mondjuk a saját tűzfalukon a cégek mit tudnak trackelni, ez egy jó kérdés. Ezt kinti IP címről is meg tudod nyitni és tudsz rajta dolgozni, de alapvetően van egy olyan érdekes jelenség, hogy mi nem azoknak a cégeknek akarunk dolgozni, akik ki akarják kérni ezeket az adatokat és ki akarják rúgni ezeket az embereket, hanem azoknak, akik jobbak akarnak lenni. Tehát ugye ez nem szokott para lenni. Visszakagyarod, hogy mondtál elég a Bitcoinhoz, hallomásból tudom, nem értek hozzá, de arra, mintha mondták volna, hogy alkalmas lesz anonim szavazások lebonyolítására. Alkalmas, rúgják itt. Tehát, hogy minket ez nem zavar nagyon. Igazából a legfeljebb cégkultúrai cégek néha inkább azt kérdezik, hogy muszáj, hogy anonim legyen-e. Ez egyáltalán nem para egy jó cégnél igazából, de még elég old school cégekkel is dolgozunk, és ott se szokott ez gond lenni. Fel szokott merülni, meg szoktak ilyen kételyek lenni, de pont az van, hogy ennek a bizalomnak az építésén akarsz te dolgozni, amikor ilyeneket kitöltesz. Amikor ez a bizalom nagyon alacsony, akkor maximum arról beszélnek, hogy javítsuk meg a fizikai dolgokat, azt megjavítod, megcsinálod a dohányzót, akkor ezt látják az emberek, akkor elkezd erősödni ez a bizalom, akkor utána beszélnek a strukturális problémákról, hogy rosszak a processzeink, és a végén beszélnek mondjuk kultúráról, vagy egymással kapcsolatos kommunikációról, meg ilyenekről. Tehát el lehet kezdeni egy alacsony szintről javulni, el lehet mondani, előtt tipikusan mondjuk ilyen munkahelyi környezetről kapcsolatos dolgokról beszélnek, az megy tünet, hogyha nem mernek mélyebb dolgokról beszélni, vagy annyira jól működik már minden, inkább az első szokott lenni. De ez nem baj, az a lényeg, hogy jó irányba akarjanak mozdulni. És akkor nincs ezzel probléma. Nincs olyan kérdés. Köszönöm. Oké, köszönöm. Sziasztok.